gyerekeknek bizonyára örömet szerzünk, és nem csak a gyerekeknek, hanem mindazoknak, akik megkedvelték Asterixet. Azzal, hogy elmondjuk, hogy Asterix története itt és most nem fejeződött be, hiszen holnap után, tehát január 3-án, vasárnap 9 óra 10 perckor folytatódnak a kalandok. A film címe Asterix és a nagy ütközet. Szerencsém lesz. Nos. Na majd most. Ha, ez az. Mi lehet? Meg sem mozdul. Csak Rómeó nehogy megfázzon. Missonyé? Tudja, régóta el akartam már mondani önnek, hogy én jól ismerem dr. Harrisont. Nagyon... nagyon jól. Ez nyilvánvaló. Kezdek rájönni, milyen az élete egy pszichiáternek. A rendelőjében elszabaduló érzelmek közt elvész az ember. Hát igen, ez így van. Szóval el akartam mondani, hogy... El akarom mondani, hogy a helyzetünk ellenére... Igen? Én... Ugye itt a kanapén? Én meg a fotelben. Én fekszem. Én pedig ülök. Szóval el akarom mondani, hogy mindezek ellenére... Kiment a biztosíték, elintézem! A biztosíték doboz a halban van! Elnézést, mit mondott dr. Aristóról? Semmit. Szép csikó. Milyen könnyű járás. Első az idén? Az első, amelyik az új legelőn született. Látom, kezd így gyökeret verni. Igen, egészen otthonos. A szabad musztánk megszokta az istállót. Már csak a függöny hiányzik az ablakáról. Szeret itt élni? Igen, jó a fű, jó a víz is. Dökje már ki, mit akar. Jól van. Vésse az eszébe, amit mondok. Soha többé nem találkozhat a hugommal. Neki mi erről a véleménye? Semmi. Én mondom. Még egyszer találkoznak, felgyújtom a tanyáját, és mehet innen a fenébe. Ha befejezte, ne lopja tovább az időmet. Chino! Amíg az én földem ellegeltet, azt teszi, amit mondok. Ha még egyszer találkoznak, végzek magával. Vámonos! És üzenetek január 1-jei műsorában. Főleg azokra gondolunk, akiket nehéz helyzetükben megsegítettek. És azokra a katonákra és civilekre, akik segítettek. A határon innen is túl. Értük szóljon a zene. A költészet. És a dal. Békét és a reménységet a megszületendő gyereknek. Békét adj, Uram.
Mindenkit sok szeretettel várunk a képernyők elé, január 1-én pénteken. Este 17:30 után 5 perccel. Addig is kellemes ünnepeket kíván. Augszi. És Bács Ferenc. Viszontlátásra. Lehetőségét hozza mindenkinek. Tökéletes kapcsolatot ember és autó között. Hidat, melyen együtt juthatunk el valahonnan, valahová. Amikor a múlt század utazó természettudósai eljutottak a távoli Új-Guineában, elámultak azon a gazdag és hihetetlenül szép madárpopuláción, amelyet ott találtak. Ez a terület ma is a pompázatos tollkoronájú paradicsommadarak földje. Erről David Attenborough készített egy csodálatos természetfilmet, érdemes lesz tehát most velünk tartani.